A Roboraptor Science második adásának apropóját az X-Men filmek adják. Ezért eljöttünk a világhírű genetikushoz, professzor Dr. Czeiser MD-hez, hogy a genetikában rejlő lehetőségekről beszélgessünk vele egy kicsit. Aldous Huxley megírta a Szép új világot, ahol le van írva, hogy majd eljön az az idő, ami a lombik bébi módszernek felel meg, hogy ott majd lehet csinálni alfa, béta, gamma, delta gyerekeket, tehát az alfa lesz majd a géniusz, és a delta lesz a rabszolga, mert hát ugye kell valaki, aki majd azért a hétköznapi munkát elvégzi, és azóta ez állandóan fölmerül, az a Szép új világ. A londoni olimpián fölmerült ez, hogy géndopping, hogy tehát eleve kiválasztanak mondjuk egy gyorsfutó vagy hosszú távfutó tehetségű gyereket, ezt meg DNS-en meg lehet nézni. És ha még oda mondjuk betesznek egy korábbi olimpiai bajnoknak még egy plusz DNS-ét, hogy akkor ezt még hogy lehet csúcsra járatni. Olimpiai bajnokok már 60 éves korukban mind tolószékben vannak, mert ugye olyan mértékben természetellenesen hozták ki a genetikai adottságait. Hát akkor az ember úgy megrémül, hogy hol van az a határ, amíg érdemes olimpiai bajnoknak lenni, és hol van az, amikor már feláldozza az életét. Én emlékszem, hogy az Owensnek a 10,2 méteres világrekordja az egy, úgy mondták, hogy az egy soha felül nem múlható eredmény. Aztán most már 9 másodpercig kezdenek tartani. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi adottságok kihasználása, az emberi adottságok kiaknázása, ott még fantasztikus lehetőségek vannak. Azt tudnám elképzelni, hogy mondjuk egy 10 éven belül, ha az újszülötteknek megnézik a DNS mintáját, egyszerűen csak ki fog derülni, hogy ez a gyerek olyan, mint Mozart, vagy ez a gyerek olyan, mint Bartók. Nyugati országban már minden géniusz kiástak, és már mindenkinek tudják a DNS-ét. És mondjuk, ahol én nagy fantáziát látok, az a betegség megelőzés. Benne jártak nálam, és akkor rögtön kiderült, hogy 750 euró. Ezt már azért egy szegény ember nem tudja kifizetni. Hát ugye 300, ez már 350 ezer forint. Tehát rögtön bejön ez, hogy a gazdagnak majdnem minden lehet, a szegénynek pedig semmi. Aztán jön a következő, hogy hol van az a határ, amikor például mi már abba dönthetünk, hogy a kis magzatról kiderült, hogy ajakhasadéka van, és utána a szülők úgy döntöttek, hogy megszakítják a terhességet. És ezzel én ki voltam akadva. Hát ma egy ajakhasadékot szépen helyre lehet állítani, jól beszélnek, ugyanolyan értékes emberei a társadalomnak, mint a többiek. Akkor hogy jön egy szülő ahhoz, hogy most akkor tulajdonképpen nem engedi megszületni? Hogy legyek patetikus, hogy idáig a szegény ember csak az ákúzta, most már genetikai vizsgálatra se lesz alkalma.